Május 28-án folytatta az áprilisban megkezdett haltelepítést a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Ezúttal két nyaraspontyokat helyeztek el a Tiszatóba. A halgazdálkodásról és a társaság aktuális feladatairól kérdeztük meg Hegedűs Gábort, a Kft. Ügyvezető igazgatóját. Április közepén kezdte el a társaság a szokásos évi haltelepítést. Arra kérem ügyvezető urat, hogy foglalja össze, hogy mi minden is történt eddig. Hát megtörtént menetrendszerűen az előnevelt csukák telepítése. 400 ezer darabot szortunk széllyel a Tiszató legérdekesebb pontjain, azokon a pontokon, ahol várhatóan táplálékot találnak ezek a kis pici 3,5-4 centis kis ivadékok. Aztán következett a combó telepítés, azt koncentráltan egy helyre, az Óhalászi Voltánkba helyeztük el, 400 kg, 21 néhány ezer darab egynyaros comporról van szó. Hát reméljük előbb-utóbb megjelenik, ezt hosszú évekig még fogjuk csinálni, nagyon nagy a kérdőjel emellett, de azt gondolom, hogy ezt meg kell kockáztassuk, mert itt azért a Tiszató nagyon a kedvező körülményeket biztosít a compónak, és hát a jövő hala lehet belőle. Mi a magyarázata annak, hogy az Óhalászi sziget, tehát a sziget mellé telepített? Az Óhalászi Holtágba, hogy rosszul mondtam az előbb, természetesen az Óhalászi Holtágba telepítettük. Egyszerűen azért, mert ott mindig is nagyon sok volt a compó, korábbi években is. 10-20-30 évvel ezelőtt is emlékszem, a halászok ott fogtak jelentősebb mennyiségű compót. Egyrészt, másrészt pedig a károkatona telep már megszűnt, vagy megszüntettük, tehát az már nem veszélyezteti. De hát persze sok minden más veszélyeztetheti, hiszen jelentős a ragadozó állomány is, de hát egyébként olyan belső vízterek vannak a Óhalászi Kifli belsejébe, ahova nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen bemenni csónakkal, ami azért nagyon kedvező helyszín a comboknak. Ezen kívül befejeződött az egynyaros ponty telepítése is, 15 ezer kilogramot helyeztünk ki, és ez azt jelenti, hogy több mint 200 ezer darab kis pici ponty került ki a vízbe. Ez most már második éve történik így, és hát remélem, hogy most már horgászok részéről is jó a vízhang. Mindenütt lehet találkozni velük, tényleg mindenütt, és hogyha így folytatódik, akkor egyfajta dúsulás előtt állunk, reményeim szerint a Tiszató vonatkozásában, a Tiszatavon, a ponty vonatkozásában. Amikor ezt bevezették, tehát, hogy nem két és három nyaros, hanem többségében inkább egy nyaros pontot telepítenek, az hogyan tudják mérni, hogy valóban ez egy jó irány, egy jó lépés volt? Már esetleg mérhető a pontyfogásokon, valószínű még nem, de a halászok, horgászok visszajelzése micsoda? Hát teljesen egyértelműen azok a visszajelzések, hogy fogtunk ebből a kis pontyból kettőt, hármat, tizet, hetet, nyolcat, szóval mindenütt ott vannak, táplálkoznak, nagyon jó a növekedési erélyük, úgyhogy ezek a kis halak egy-másfél év után már fogható méretűvé válnak. Tehát itt tényleg egy minimális türelem szükséges a horgászok részéről, és ezek benőnek a fogható méretbe, jelentősen nagyobb példányszámban, darabszámban, mintha mi ezt három nyarasból teljesítenénk. A két nyaras pontyok száma, mennyisége az hogyan változott? A két nyaras pontyok mennyisége 15 ezer kilogram lesz, ebből kb. 6-7 ezeret már telepítettünk a mai nap is. Ez történt, és folytatódik, rövidesen ezt befejezzük, és már kezdődik a három nyaras ponty telepítése is. Úgyhogy abból 10 ezer kilogram fog kikerülni a különböző vízterekbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy látni fogják a horgászok egyértelműen, hogy a pontyba jól fogunk állni. A helyszínektől tulajdonképpen nem is tudunk beszélni, mert ugyanazok a jól megszokott helyszínek, illetve a település melletti tó részek, holtágok azok, amiket a telepítések kiválasztanak. Igen, hát ezek alaposan ki lettek választva, beváltak, úgyhogy ezen nincs mit változtatnunk. Itt most a mai napon, ezen a nagyon szép, már nyári napon tanulni lehetünk a telepítésnek. Itt most mennyi ponty került a tóba? Itt most hát néhány száz kiló kerülhetett ide a Tiszatavi részbe, Tiszafüredi részbe. Átlagsúlyuk 28 deka volt, még ez talán kicsit kisebb is, mint amit vártunk.
de ez egyúttal a darabszám növekedést is jelent, úgyhogy csak így tovább, remélem, hogy ez így folytatódik, és hát bőven 250 ezer darab fölött lesz a kihelyezett pontyok száma ebben az évben. Engedje meg, hogy a telepítéssel kapcsolatban, mint kívülálló megkérdezem, hogy például a csuka ivadékok telepítésénél tudják-e már mérni, hát persze csak a horgásznaplók alapján, hogy például a kifogott csukák száma az növekedett. Tehát, hogy van értelme, van haszna annak, hogy önök ezt most már 8-9 éve végzik ezt a telepítést. Nagyon nehéz mérni, szinte lehetetlen. Egy biztos, hogy a természetes szaporodási körülményei a csukának nagyon rosszak. Egészen minimálisak, hiszen az ő szaporodási idejében még téli vízszint van. Tehát gyakorlatilag nem áll rendelkezésre ívási hajzat. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy valamilyen szerény mennyiségű ívás megtörténhet. Ennek ellenére a csuka mennyisége, fogási mennyisége körülbelül azonos. Na most egyébként a tározó nagyon kedvező, szintén az első néhány hét után a csukának, de hát én azt gondolom, hogy összességében ez egy kötelességünk, hiszen a Tiszató a csukáról lett híres. És hogyha hát még egyszer bekövetkezik az, hogy egy kis vízszintemelés lesz, ami el tudok képzelni, akkor újra egy jelentősebb haldúsulás előtt állhatunk, de most is megteszünk mindent annak érdekében, hogy több legyen a hely. Hogyha összesítjük a dolgot, alapvetően van egy jó horgászrendünk, és van egy nagyon, de nagyon jó horgász társadalmunk itt a Tiszatavon, akik nagyon, nagyon becsületesen horgásznak, nagyon, tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon rendben van minden. Tehát az orvhalászat és az egyéb szabálytalanságok azok nagyon alacsony szinten vannak. Ehhez képest van egy elég jó vízünk, elég jó hallgazdálkodásunk, teljesen horgászat célú hallgazdálkodás, és hát én azt gondolom, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy egy kicsikét most bonyban mindenféleképpen, de lehet, hogy más halak vonatkozásában is dúsul halálomány, növekszik a horgász forgalom, és ennek eredményeként ebbe a térségben, ami nagyon fontos és egyik legfontosabb végeredmény, hogy kicsit hozzájárul ez a horgászturizmus a itteni vidék fejlődéséhez. Az előbb említette az Óhalászi sziget kapcsán az ott megszűnt károkatona állományt. Hol vannak még a tó körül, a tóban jelentősebb állományok, és van-e lehetőség további gyérítésre? A tavon két károkatonatelep volt, az egyik az Óhalászi, ami egy teljesen homogén telep volt, csak és kizárólag károkatonák fészkeltek ott, és van egy másik telep, a Fásérparti, ami vegyes, ott mindenféle más gémek is fészkelnek, azt nem tudjuk megközelíteni, nem szabad ott gyérítést végeznünk. Az Óhalászin a közeli sasfészek volt egy kicsit hátráltató, de megmaradt, gyönyörűen kelnek ki az újabb és újabb tojásokból a kis sasok, tehát az egész biztos, hogy nem sérültek, de a telep az megszűnt. Olyan 3-4 éves, inkább 4 éves szisztematikus munka eredményeként. Viszont kialakult egy nagyon kicsi kis kezdemény Abátszolókon a téli kikötő partján, ahol 15-20 fészket számoltunk meg. Hát ez gyarapodni fog? Ez reméljük, hogy nem fog gyarapodni, mert figyeljük. Egyébként az Óhalászi 312 fészekről indult, úgyhogy ott volt mit gyéríteni, úgyhogy ez egy kis kezdemény, de nagyon figyeljük, és megkaptuk az engedélyt rá, és hát kézbe fogjuk ezt tartani. Ha jól emlékszem a számadatokra, akkor az engedélyezésben most nagyon nagy lelkűek, tehát minden évben egyre több és több károkatona kilövésére kaptak lehetőséget. Ebben az évben ez hány darab szám? Hát 300 darab, de nem tudtunk ezzel élni, hiszen nem volt mit lőnünk. Ez a tizenvalahány fészekre fog ez korlátozódni, ezt figyeljük, de hát itt most, hogyha a kilőtt egyedek számát nézzük, akkor ez a grafikon most süllyed, és egyre eredménytelenebbek vagyunk, mert nincs mit lőni, úgyhogy
De azt hiszem, hogy ezt a horgászok is észreveszik. Természetesen nem beszélek arról a téli átvonuló állományról, ami hát tömegesen jelen van, amivel tényleg nem tudunk sok mindent csinálni. Illetve azt is riogatjuk, hogyha csak a Tiszán helyezkednek el a jégviszonyok miatt, akkor van egy munkatársunk, aki azért ezt riogatja rendesen. Hát amit lehet, megteszünk ennek érdekében nyilvánvalóan. A tevékenységük közül még egy dologra hagyd kérdezzek rá, ez a hínár és súlyom gyérítés, kasszálás. Ebben az évben megkezdték-e már ezeket a munkákat, és mi a terv, mennyi időt, mennyi embert tudnak erre szánni? Május 14-e óta végezzük ezt a munkát, négy egységgel, négy csónakkal, négy kasszával. Természetesen tartalékban vannak eszközeink, hogy emiatt a károsodás történik, ne álljon meg a munka. Egy brigádunk van a Poroszlón, akik helybeli emberek, ők ott nagyon ismerik a helyi viszonyokat, és kiválóan végzik ezt a munkát. Egyébként pedig három egységet saját halőreink vezetnek, és ehhez külsős segítséget is igénybe veszünk, három fiatalember személyében. Már végeztek az Apotán, a Rábolyon is, Dühöslapos egy részén, a Szartos háton is. Természetesen vissza fogunk menni, hogyha újabb kinövések keletkeznek, vagy fölnövések keletkeznek. Jelen pillanatban a Csaródi medencében dolgoznak, de hát nagyon kell sietnünk, mert összesen másfél hónap áll rendelkezésünkre, utána már ezzel a technológiával nem tudjuk ilyen rendkívül hatékonyan ezt gyéríteni, és hát nagyon meleg van, úgyhogy jön föl a súlyom nagyon szépen. Egyébként továbbra is ezt a súlyomkasszálást tartom az egyik legnagyobb horderejű hallgazdálkodási beavatkozásnak a Tiszatavon. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, eredményes munkát kívánok önöknek. Köszönöm szépen.